Akár tömegesen is megtagadhatják a munkát az orvosok, hogyha a kormánnyal való egyeztetés eredménytelen lesz? Ha lesz egyeztetés? Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke jelentette be, hogy szeptember végére összehívtak egy nagy gyűlést. Az érdekvédelmi szervezet közben 900 ezer forintos kezdőbért szeretne az orvosoknak. Rengeteg témánk van, Kincses Gyula volt egészségügyi államtitkár, és az újratervezés csoport egyik szóvivője a vendégem. 2018. április óta gyakorlatilag nincs tárgyalás a kormány és a Magyar Orvosi Kamara között. Egyebek mellett ezt nyilatkozta a MOK elnöke szerdán az egyenes beszédben. A kamarai vezetés ezért a nyilvánosság előtt tárgyalna a kormánnyal, mégpedig egy szeptember 22-i nagygyűlésen. Ha ez eredménytelen lesz, akkor Éger szerint az orvosok tömegesen tagadhatják meg az önként vállalt túlmunkát. A MOK által szervezett eseményre három tárca képviselőit is meghívják, célja pedig, hogy újrainduljon a párbeszéd az Orbán kormánnyal. Az érdekvédők egyik legfontosabb követelése az, hogy a kezdőbér minimum 900 ezer forint legyen a közfinanszírozott egészségügyi ellátásban dolgozó szakorvosoknak és fogorvosoknak is. Kincses Gyula, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Csak hogy tisztázzuk, nem tüntetésről van szó, nem sztrájkról, hanem az úgynevezett önként vállalt túlmunka potenciális beszüntetéséről. Így van, de ez is akkor, hogyha a kormánnyal eredménytelen a kamarának a tárgyalása. Játsszunk el mind a két gondolattal, hadd maradjak egy pillanatra az eredménytelen tárgyalásnál. Mi történik akkor, hogyha az önként vállalt túlmunkát beszüntetik az orvosok? Mi lehet annak a potenciális következménye? Hány óra ez? Hány szakterület? Milyen eredménye lehet? És egyáltalán őket fizették-e ezért? Ez azt jelenti, hogy ma az egészségügyben azért működik az egészségügy, mert az orvosok rengeteg túlmunkát vállalnak önként. Tehát ugye ügyeleteket nem lehet másként kiállítani, ha a kötelező általában minden állampolgárra vagy munkavállalóra érvényes szabályokat néznénk, annyi munkaidővel folyamatos üzemet nem lehet a kórházakban biztosítani. Nagyságrendileg mennyi a rengeteg, a rendes munkának hány százaléka a túlmunka? Ez az ügyeletekben jelentős. Tehát az ügyeleteknek egy jelentős része, harmada legalább így van legalább ellátva. Tehát ez el. Azt jelenti, hogy az önkéntes túlmunka felmondása az valóban az ügyeletes szakmákban komoly nehézségeket tudna okozni. Ez nem azt jelenti, hogy a betegek ellátatlanok lennének, de akkor muszáj lenne erre valamit lépni. Azért, mit lehet lépni akkor? Hát egyrészt komolyan venni a tárgyalás szükségességét, másrészt pedig azokat az ellátás szervezési feladatokat meg kellene a kormányzatnak oldani, amik ma is problémát jelentenek, hiszen ma nem önkéntes munkafelmondás van, hanem nyár van. És ugye látjuk, hogy így is a Margit kórházban problémát jelentett. Tehát egyszerűen muszáj az egészségügyben korszerűsíteni, és ugye ez az alapvető különbség az újratervezés csoport és a kamara álláspontja között, igen, hogy mi nagyon örülünk annak, hogy a kamara végre aktivált, és nem csak ez a csendben tárgyalgatunk a tagság háta mögött stílus megy, ami 8 évig ment. Nem tudtuk, hogy miről kemény, tárgyalunk. Amit most mondott. Így van, de ettől még igaz, hiszen Éger István itt sírta el magát, hogy a kormány, nem tudom, pofára estünk, azt hiszem ezt a szót használta ebben a stúdióban, de nem mikor? Tudtuk áprilisban, mert hogy a kormánnyal ők megállapodtak valamiben, és ezt nem teljesítették. De nem tudtuk mi a tagság, hogy miben állapodtak meg. Tehát a mi nevünkben tárgyalt a kamara, de nélkülünk. Mi van a formája annak, hogy tudjanak erről? Tájékoztató, levél, vagy esetleg gyűlés. Közösen kellene megbeszélni. Ma már van kamara, tehát van internetes felülete a kamarának, egyáltalán beszélgetni kellett volna arról, hogy mik a követelések. Ezért nagyon örülünk annak, igen, nagyon örülünk annak, hogy a kamara most megelégelve ennek a titkos tárgyalásnak az eredménytelenségét kilép, de most is azt, hogy van ez a nagy gyűlés és az öt követelés, ezt is a sajtóból tudtuk meg. Tehát mi tagok... Nehéz lesz itt szövetségesnek lenni, szervezetek és érdekképviseletek. Mi azt gondoljuk, hogy az, amit most a kamara elindított, az fontos, és az öt pontból négyet mi támogatunk. Gyorsan nézzük a lényeget. Mi az öt pont, mi az a négy, amit támogatnak, és az egy, amit nem, azt négy. A béremelés az egyértelműen kell, ez mindennek az alapja. Az összeggel is nagyjából egyetért? Gyakorlatilag igen. Most itt felesleges 5-10%-os, vagy nagy, de a nagyságrend az egyértelmű. Ennyit mondtunk az, csak a nézőknek, hogy 900, ez netto 900, brutto. Ez brutto.
bruttó 900 ezer, és 2022-re, tehát azért addig ez az országos bérstruktúrában mást fog jelenteni, mint amit ma kimondtunk, de ahhoz, hogy egy tisztességes megélhetést, és olyan megélhetést, ami miatt elvárható az, hogy tisztességgel dolgozzon, számon kérhető legyen, hogy nyílt legyen a működése az egészségügynek, ahhoz kell ez a pénz, ahhoz, hogy vissza tudjuk szerezni a megbecsültségünket a társadalomban. Nézzük a további három pontot, amelyet támogatok, és amelyiket nem. Igen. Ugye a hálapénz megszüntetése ezzel együtt, hát az 1001 orvos hálapénz nélkül csoportból nőtt ki az újratervezést, tehát hogy ne támogatnánk a hálapénz megszűnését. Egyel komplexebb problémának gondoljuk, mint ahogy a kamara ezt leegyszerűsíti, hogy ez csak bérrel megoldható, de igen, meg kell oldani és be kell tiltani. Tehát ebben is teljesen egyetértünk. Mivel még? Bocsánat, csak röviden, hogy térjünk rá Például egy tiszta, átlátható egészségügyel, ahol nem lehet kavarni, ahol nem lehet megvásárolni. Ha a várólisták zsebben vannak vezetve, akkor nagyobb a kísértés és a lehetőség arra, hogy ez befolyásolja. Tehát a klasszikus feudális orvostársadalmon belüli problémáról beszél. Illetve orvos-beteg viszonyban is, egyáltalán, ha számon kérhető indikátorok alapján működik az egészségügy, ha tudjuk, hogy mi jár, tudjuk, hogy mi nem jár, kevesebb a befolyásolható döntés borítéka. Tehát egy transzparencia követelés a béren kívül. Pontosan. Nézzük a következőt. Igen. Ugye a kamara követeli a minimumfeltételeknek a betartatását. Ezzel is teljesen egyetértünk, csak ez nem ilyen egyszerű. Először reális minimum feltételekre lenne szükség az egészségügyben. Mi irreális minimum feltétel? A minimum feltételeket egyet régen mondjam. Úgy, hát ami például szükség. A létszám. Igen. Annyi emberrel ellátni, annyi beteget, amennyivel annyi, most. Nincs annyi orvos, tehát más az orvos-nővér struktúra ma már egy korszerű egészségügyben, mint amit régen megállapítottunk. Tehát észszerű, betartható, a korszerű egészségügyhöz igazított struktúrát kellene kialakítani feltételeket, azt felmérni utána, hogy ez hol van, meg hol nincs, intézkedési tervet kidolgozni, hogy ahol nincs, ez teljesülhessen, és utána viszont nagyon-nagyon komoly szigorral kellene fellépni azért, hogy ez működjön. Nézzük a negyediket. Ezek. Ugye, amiben van vitánk, hogy Végel István kijelentette, hogy csak orvos gyógyíthat. Mert hogy ez nem európai dolog. Igen, nagyon-nagyon pontosan. Magasan képzett. Mi azt gondoljuk, hogy a gyógyítás ma már egy kollektív tevékenység. A csapat gyógyít, aminek a vezetője, a diagnózis felállítója, meghatározója az orvos, de ha nem engedünk át feladatokat diplomás nővéreknek, Pontosan. Tehát őket nem ellenségnek, nem konkurenciának kell tekinteni, nem hiszem, hanem igen, szövetségnek. Ezt akartam mondani. Van valamilyen olyan averzió, ami ez a hagyományos orvosgők, hogy én vagyok az orvos, én tudok mindent, és a nővér az majd adja a kezem alá. Tehát most, bocsánat, ilyen durván fogalmaztam, de ez a szemlélet jött le ebből a megnyilatkozásból. Mi azt gondoljuk, hogy ha nem tágítjuk ki a gyógyítási teret a beteg felé, hogy felelős legyen az egészségéért, együttműködő legyen mindebben, és nem vonunk be ebbe diplomás nővéreket, szakdolgozókat, akkor ránk fog omlani az egészség. Hát és ami még maradt, hogy szüntessék meg a nyugdíjas munkavállalókat sújtó többféle. Ez nagyon fontos dolog, Lénárd Rita ebben a mi csoportunkból nagyon előment, ezzel maximálisan egyetértünk. Szeptember 22-én van elvileg ez a nagygyűlés, akkor is megtartják, hogyha a kormány semmilyen módon nem reagál, vagy akár reagál azzal, hogy nem lesz ott? Ezt mi nem tudjuk, mert ez Égel István nagy gyűlése. Részt önök ebben partnerként, vagy csak elmennek, megjelennek? Mindenképpen elmegyünk, és majd meglátjuk, hogy és mi lesz. És potenciálisan tárgyalnak Égel Istvánnak. Meglátjuk, hogy mi lesz, de attól, hogy Égel István mondja most a követeléseink jó részét, attól még egyetértünk vele. Tehát nem Égel István ellen megyünk, hanem egy jobb, tisztességesebb kamaráért. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni a Én köszönöm a lehetőséget.